Dokumentumfilmet forgat a Zemplén Televízió a Sárospataki Nagykönyvtárban az Oroszországba vitt majdonban 60 év után hazaszállított könyvek vándorútjáról. A könyvtár legértékesebb állományát képező mintegy 170 kötetet 1938-ban Budapestre szállították biztonsági okokból. Innen azonban a háború végén az oroszok magukkal vitték. Én vágtam azt az anyagot, ami a Zemplén Televízióban készült, ez 2006-ban, a Pataki könyvek visszahozataláról, és innen jött egy lehetőség, hogy az MTVA kiírt egy pályázatot Ember Judit névvel dokumentumfilmekre, és ez szerintem ez a Sárospataki könyvek története, ez egy olyan történet, ami dokumentumfilmben jól megvalósítható és érdemes megvalósításra, és nem szabad csak úgy hagyni, hogy elkallódjon a téma a nagy éterben. A dokumentumfilm az utolsó hadifoglyok, avagy a könyveknek is megvan a saját sorsuk címet kapta. A pályázat kapcsán 26 percben dolgozzák fel a dokumentumok történetét. Gondos, aprólékos előkészület előzte meg a Sárospataki jelenet sorozat forgatását is. A legfontosabb feladat az volt természetesen egy dokumentumfilm esetében, hogy korhűek legyünk. Ez nem volt túl egyszerű. Nyilván maga a könyvtár az adott, illetve jó pár feltétel adott, de például ilyen, hogy korhű egyenruhákat találni, azért ez egy elég nagy kihívás volt. Tehát nyilván igyekszünk arra odafigyelni, hogy a történeti hűség az megmaradjon. Mindebben a készítők segítségére volt a Fűzéri Hadtörténeti Egyesület, akik a fegyvereket biztosították a forgatáshoz. Korhű ruhákat is sikerült szerezni a Ma Film jelmeztárából. A Teológiai Akadémia hallgatói pedig színészként működtek közre a film készítésében. Érdekes számomra e felé is egy picit nyitni, mert ugye már itt tanulunk a épület falain belül, de ezen a részén nem is nagyon járunk. És hát érdekes valami ilyesmit is megtapasztalni, ami más, mint a teológiai tanulmányok. Bár a Zemplén Televízió életében nem ez az első filmforgatás, mindig különleges kihívást jelent a munkatársak számára egy ilyen komoly kutató és szervező munkát igénylő feladat. Mindenkinek természetes vágya, hogy ne csak egyszerű és naponta ismétlődő feladatokat lásson el, hanem valami kihívásnak is megfeleljen. Ez a film is egy ilyen produkció. A forgatás nem zárult le a Sárospataki jelenet felvételével. A film készítői a Pataki könyvek történetének minden fontos mozzanatának helyszínére igyekeznek ellátogatni, így Budapestre, Moszkvába és Nizsnyi Novgorodba is.